Potyó István kolozsvári karnagy fellépésével orgona koncertet szervezett 2014. március 1-én Máramarosszigeten a Simoni Cince Kulturális Egyesület és a Máramarosszigeti Borromeo Szent Károly plébánia. Tapasztalatból tudom mondani azt, hogy és sajnos valóságon alapszik az a panasz, hogy tehát szigeten sosem történik semmi, és akkor megmérgelődtem, és azt mondtam, hogy hát ne csak legyünk és sírjunk, hanem tegyünk is valamit. És én azt mondtam, elhatároztam egy adott pillanatban, hogy ami tőlem telik a magam erejéből, tehetségéből, neki fogok és szervezni fogok, küzdeni fogok, amíg lehet. Ez is már egy régi elképzelésem volt, hogy szigeten valami kulturális életet el kéne indítani. És ennek kapcsán kerestem meg még a tavalyi év folyamán ősszel, pontosabban Reszler Mihály főesperes urat, azzal a kéréssel, hogy nem-e járulna hozzá egy ilyen orgonakoncert megtartásához a templomba. A hangversenyen Johann Sebastian Bach szerzeményei, valamint a kortárs zeneművészek alkotásai kerültek előadásra. A brassói születésű Potyó István a kolozsvári Szent Mihály templom a Szent Cecília kórus karnagya zenei tanulmányait a zeneóvodában kezdte, majd bejárott diákként a zeneiskola zongoraszakán folytatta. Egyetemi tanulmányait Brassóban kezdte, majd Kolozsváron fejezte be. A családunkban a zenét mindig kedvelték, testvérem, a nővérem is játszik hangszeren, és én ahogy cseperedtem, akkor lassan a zenei pályára torlódtam. Közben nagyon egyházi tevékenységem is gazdag volt, és akkor elkezdtem az egyház zene iránt érdeklődni. Zongoraszakon voltam, később elkezdtem az orgonát tanulmányozni, és az annál is maradtam, és azóta úgy mondom, ez a hivatásom. Potyó István az ország számos városában lépett fel úgy egyéni előadással, mint a Szent Cecília kórussal. Többszörös tevékenység, úgymond karmesterként és orgonistaként is, illetve kamara együttes tagjaként is megfordultunk. Több helyen a kórussal, a számottevőpülőben nagyobb csoport, az énekar és a zenekarral együtt voltunk Vásárhelyen, a Székelyföldön, nagyon sok városban, Nagyszebenben, Brassóban, Váradon. És orgonistaként pedig játszottam több helyen, ugye egyszerűbb ilyen szempontból, meg könnyebb egy embernek elmenni és több helyen koncertezni, de évi gyakorisággal mondhatom, hogy 3-4 koncerte, de természetesen a főbb helyünk nekünk Kolozsvár, és ott minden, úgymond évente legalább 4-szer tartunk valamilyen nagyobb zenei eseményt. Ezek a koncertek nyitottak minden helyi és kerületi polgár számára, de nem csak. Negyed évente szerveznénk egy ilyet. Következő, hogyha Isten is megsegít, akkor valamikor júniusban lesz. Folytatjuk tovább.
Negyedik alkalommal szervezett farsangi batyuba állt a Nagyványai Háló 2014. február 28-án pénteken a Teleki Magyar Házban. Közel 50 minden korosztályt képviselő nagyványai és bányavidéki jött együtt előzni a telet, de budapesti és nagyváradi vendégek is megtisztelték az eseményt. Látványos jelmezek, meg annyi díj, sok vidámság, közvetlenség, zene és tánc, nótázás és a batyuba hozott finomságok tették az estét rendkívül kellemessé. A farsangi bált Uglár Sándor, a Nagybányai Háló főbogozója nyitotta, majd Szerbelt Andrást, a Kárpát-medencei Háló alapítója és elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a helyi magyar közösség összefogását és összetartását, majd a Kárpát-medencei kapcsolatrendszer összetartó erejéről beszélt. Hogy továbbra is buzdítalak benneteket arra, hogy ezeket a helyi találkozókat szépen csináljátok meg, érezzétek jól magatokat benne, lelkesítsétek egymást, tényleg ismerjétek egymást és fogjatok össze. Tehát, hogy erősítsétek a helyi folyamatokat és a helyi mozgásokat, de soha ne felejtsétek el, hogy ezt miért csináljuk, és azt a bizonyos Kárpát-medencei összetartást, hogy az a kapcsolatrendszer, azt se felejtsétek el sohasem. És így kívánok nektek nagyon szép mai estét! A nagybányai magyar közösség összetartó ereje a kíváncsiság elhozta a rendezvényre a nagyváradi Konrád Katalint, a Parciumi Háló főbogozóját. Mindig az jut eszembe, hogy itt sok olyan ember él, akiknek nagyon fontos az, hogy magyarul beszélnek, nagyon fontos az, hogy az Istenben higgyenek, és ez az összetartó erő, ez tartja bennük a lelket, hogy tovább is tudjanak sok-sok szép rendezvényt szervezni. Visszatérve arra, hogy most farsang, én kívánok nektek a mai este egy nagyon-nagyon szép estét, egy jó szórakozást, és sok-sok jó találkozást egymással, egymás szemébe nézve, és egymástól őszintén megkérdezve, hogy vagy, és őszinte válaszokként hangzadjanak el azok a válaszok, ami bennetek vannak. Tartsátok meg ezeket a jó szokásaitokat, hogy találkoztok egymással, minél többet, minél gyakrabban, hisz egymást csak így tudjátok támogatni. Jó szórakozást kívánok meg! A jelmezek között volt Katica Bogár, Méhecske és Varázsló, az eseményre eljött Piroska, Nagy Horgász, ott voltak a róma, a mexikói, az indiai nemzetiség képviselői, egy amerikai farmer család, de volt, aki egyenesen az M3-ról, vagy a délutáni teját jött felszolgálni. Katica Bogárka! Egy ilyen gyönyörű kis Katica Bogárka! Fordulj meg, hogy lássák, milyen szép szárnyad van. Jaj, gyönyörű. Én kecses Katica Bogár vagyok, teljesen gyerekeim, megijedtem, piocik a csengem. Nagyon szép. És akkor mostan felkérjük ott, amíg van egy kicsi baba. Gyere! Mutasd be! És ez a kicsi fiú? Én a barány. Nem akarok senkit megsérteni, de most jöttem az M3-as. Most nem Piroska vagyok. Te vagy a Piroska? Jaj, de szép vagy. Mit hoztál itt a kosaratok? Sütemény, pálinka és virágok. Ez nem tudom, hogy most érkeztem. Jaj, ez egy diák. És farsang, farkát gondoltam, elkapom. Hát a férhez fogok menni. Ide jöttem a Virághegyről a Wagner villában. 5 órai tejaidő van. Kukacomhoz ott úszik a szaszarba, és keresi a halakat, azért nincs nálam a kukacomhoz. Igen? Igen, hát micsoda van? Halat fogok, horkát. Minden jelmez díjaztak, és minden tombola egy nyertes volt. A tombola egyek eladásából rendezvények költségét fedezik. Mindenkinek, és aztán megérted, minden tovább.
A jelenlevő körventek egymásnak, rendkívül jól érezték magukat egymással. Gorga Mária saját versét szavalta el. Jó lenne még sokat utazni, újabb helyeket látogatni. A lábam persze még te várhat, megérhetném a 83-ot. Uram, te látod a világot, gyorsan jönnek a városok. Nem sürgős, hogy magához vég, esetleg lehetnek 84. És ahogy a technika halad, sok újat lát ki, élve marad. Még oly sok minden ide köthet, úgy örülnék a 85-nek. A negyedik nagybányai hálós farsangi batyubál mottója: evez a mélyre és vesd ki a hálót. A nagybányai háló idén ünnepli 10. évfordulóját. Ez itt Nagybányán 10 évvel ezelőtt kezdődött el, és bizonyos értelemben van ennek egyfajta gyümölcse, mert ahogy én látom, vagy érzékelem, stabilizálódott és megerősödött ez alatt a 10 év alatt egy alapcsapat, egy alapközösség, akik tudnak együtt dolgozni, akik eljárnak együtt különböző programokra, szervezik ezeket a programokat, és óhatatlanul ez vonza utána, hozza maga után azt, hogy ennek van egy kisugárzása, és most is azért, ahogy beszélgettem itt egy-két emberrel, nem gondolták, hogy ma itt este talán ennyien összejönnek. Nagyon szép találkozóra gyűjtünk itt össze. A nagybányai 10. évfordulós találkozó sorában az első a farsangival, ami hallatszik, és azt hiszem, hogy egy icipicit a mulatság és a jókedv. Nagyon-nagyon fontosak ezek az események, amikor így az emberek szórakoznak is, és találkoznak egymással. Találkoznak mindazzal a régi hagyománnyal, amit mi gyerekként megéltek, és ezeket mind átadják azoknak a gyermekeiknek, fiataloknak, akik megjelennek és megmutatják azt, hogy hogyan lehet szépen szórakozni, hogyan lehet jól szórakozni, és hogyan lehet ezeket a mi hagyományainkat, többek között, mint hogy a farsangi hagyomány is megőrizni. A háló fő célja, hogy az emberek találkozzanak egymással és figyeljenek egymásra. A hálónak ez az egyik alapvető célja, hogy az emberek találkozzanak egymással. Tudjanak egymás szemébe nézni, tudjanak egymásról dolgokat. Tudják valójában, hogy ő most jól érzi magát, hogy igen, akkor örüljön vele. Tudják azt, hogy gondja van, akkor hol kell segíteni. És ha abban van gondja, hogy hogyan is kéne, vajon a másik társához közelebb, vagy ne talán az Isten felé való utat keresi, akkor segítsünk, majd lehet egy beszélgetésből, éppen ő segít nekünk, épp az aktuális gondjainknak a megoldásában. Azóta, 2001 óta én is hálózom. Azt mondom, hogy már az életem részévé vált. Nem igazán létezem háló nélkül. Nem tudom elképzelni már az életemet háló nélkül, mert számomra nagyon fontos az, hogy a magyarságunkat megőrizzük. Nagyon fontos nekem az, hogy az Istenhez vezető utat megtaláljuk közösen. Egyedül nem lehet egyik utat sem járni, csak közösen. Csak együtt tudjuk ezt az utat járni, és ha vannak társaim, akinek megfogom a kezem, aki megszorítja a kezemet, ha szükséges. A háló március végén, a hónap utolsó hétvégén partiumi lelki gyakorlatot szervez. A nyugdíjalaphoz való hozzájárulásokat ellenőrizhetik a máramarosiak elektronikus úton ingyenesen. A Nemzeti Nyugdíjpénztár által üzemeltetett www.cnpp.ro weboldalon keresztül hozzájuthatnak mindazon információkhoz, mely a ledolgozott éveket és a nyugdíjalaphoz való hozzájárulást illeti. 2014-től kezdődően a Nemzeti Nyugdíjpénztár által üzemeltetett weboldalon keresztül olyan információkhoz juthatnak a máramarosiak, mely munkahelyeikről, a ledolgozott évekről nyújt pontos adatokat. Ezek hozzáférhetőek úgy magánszemélyek, nyugdíjasok, mint a munkáltatók számára. Ugyanakkor itt találhatók azok a típuskérvények is, melyek gyógykezelési és üdülési beutalóhoz szükségesek, tájékoztatott Florin Kuk, a máramarosi nyugdíjpénztár szóvivője. Az adatokhoz való hozzáférhetőséghez a nyugdíjpénztárnál egy jelszót kell a személyigazolvány másolatával együtt személyesen kérvényezni. A jelszó beszerzése után bármikor bárki beléphet a weboldalra és hozzájuthat az érdekelt információkhoz.
Jótékonysági bálszervezet a bántalmazott nőkért március 1-én szombaton Máramarosszigeten, a Szent Tadeusz Alapítvány. A rendezvény pantonim előadás, színdarab részlet és társasági tánc előadás tetőzte. Az alapítvány fő célja a menhelyet biztosítani a bántalmazott nőknek. A tavalyi év folyamán a Szatmárnémeti Központban 5 édesanyának és 14 gyermeknek biztosítottak szállást. A második központot Tasnádon fogják alapítani, viszont ehhez az alapítványnak szüksége lenne még 3700 euróra. A Szatmárnémeti Központot a helyi hatóságok támogatásával és magánszemélyek nagylelkűségével sikerült megalapítani, melynek befogadó képessége 3-4 anya és 6 gyermek. A bejelentkezett bántalmazott édesanyák között Máramarosszigetiek is vannak. Máramarosszigeten is nagyon jó volna, mert nagyon sok eset van innen, amelyet ugye el kell vigyük más megyébe. Tehát ha bárki felajánlana egy régi házat, vagy bármilyen épületet az egyesületnek mi kijavítanánk, és akkor itt is megvolna az, hogy nem kell elvigyük az itten bántalmazott nőket. És van, és volt olyan esetünk, hogy faluba kellett béreljünk neki albérletet. Most jelen pillanatban is van. Sajnos egy 7 hónapos terhes anyuka, amely jelentkezett több mint egy hónapja nálunk, de nem tudjuk, hogy hová tegyük. A menhely megalapítása mellett a szervezet tavaly a bántalmazott nők jogi, valamint egyéb problémáinak megoldásában is nyújtottak támogatást. Köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is a TV Sziget adásai mellett!